Tisztelettel köszöntöm a mai sajtótájékoztatón a tisztelt sajtó megjelent képviselőit. A mai sajtótájékoztatón két ügyről kívánok beszélni. Az egyik az M4-es autópálya megépítése vagy meg nem építése, a másik pedig az azt gondolom, hogy Törökszent Miklóson kivált kép fontosnak és hát problémásnak számító Questor ügy. Az M4-es autópálya kapcsán azt gondolom, és itt konkrétan az Abonyfegyvernek szakaszra gondolok, hogy egyre több a kérdőjel az elmúlt hetekben. Mi azt látjuk, hogy ez egy rendkívül szövevényes és a kormány hazugságaival átszőtt ügy. Azt is gondoljuk, hogy az ügynek a mai fázisában érdemes azt rögzíteni, hogy mit tudunk és mit nem tudunk. Mint ismeretes, az építkezés tavaly februárban indult el. Az MSZP akkor a parlamenti választási kampányban már elmondta, hogy borzasztóan eltúlzottnak tartjuk ezt a 4 milliárd forintos kilométerenkénti költségvetést, hiszen a korábbi időszakokban azt lehetett látni, hogy nagyjából egészéből ennek a feléből lehetett autópálya szakaszokat építeni. Bizonyára azt is nagyon sokan tudják, hogy a nyertes konzorcium tagja volt még akkor a Közgép, Simicska Lajos cége. A kormány akkor a mi figyelmeztetésünkre nem hallgatott, és teljes mellszélességgel kiállt a beruházás, illetve annak költségvetése mellett. Hát nagyon érdekes fordulatot vett azóta az ügy, hiszen Lázár János miniszter múlt héten már varázslatosnak nevezte ezt a 4 milliárd forintos kilométerenkénti költségvetést, és hát azt gondolom, hogy idézőjelben mondta azt, hogy rendkívül nehéz terepviszonyok közepette az Alföldön kell megépülni ennek az autópályának, és hát igazándiból a kormány sem érti, hogy miért is ez a magas költségvetés. Ez tehát azt jelenti, hogy a Fidesz, a kormány arra az álláspontra helyezkedett több mint egy év múltán, amin az MSZP már tavaly évelején volt. Természetesen ez a mai kialakult helyzetben nem nagy öröm számunkra, csak szeretnénk rögzíteni, hogy ezt időben jeleztük, hogy ez egy rendkívül eltúlzott költségvetés. Az építkezés egyébként egészen az elmúlt hetekig zavartalanul folyt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Sezták Miklós fejlesztési miniszter március 13-án azt jelentette be, hogy a Hajdú-Bihar megyei szakasz, egészen konkrétan a Berettyóújfalu és a Román határ közötti szakasz tervei elkészültek, és 2018-ra megvalósul az a szakasz is. Tehát ez az információ, ami még egyszer mondom, nem egészen egy hónappal ezelőtti, ez azt mutatja számunkra, hogy egészen az elmúlt időszakig nagyon komolyan tervezett azzal a kormány, hogy meg fogja építeni a térségünk és a megyénk számára rendkívül fontos M4-es autópályát. Két héttel ezelőtt aztán robbant a bomba, egy szerda esti, késő esti hír szerint az Európai Unió nem finanszírozza az M4-es projektjét kartelgyanú miatt. De aztán a következő napokban az is világossá vált sajtóhírek alapján, hogy az Európai Unió sosem biztosította támogatásáról az M4-es projektjét, sosem adott egy eurócentnyi forrást hozzá, ami pedig azt jelenti, hogy nem is vizsgálhat kartelgyanút, föl sem vethet kartelgyanút, és egyébként ezt pontosan ma két hete az Európai Bizottság szóvivője saját maga is megerősítette. Ez tehát azt jelenti, hogy a kormány ennek az ügynek a kezdetén hazudott, az Európai Unió cáfolta, az Európai Bizottság cáfolta, hogy ő vetett volna fel kartelgyanút, és nekünk ennek alapján arra kell gondolnunk, hogy valami egészen más áll ennek az ügynek a hátterében, egészen más áll az M4-es autópálya leállításának a hátterében. Bizonyára a közvélemény hát egyre élénkebben követi azt a vitát, amely Orbán Viktor és Simicska Lajos között hát lassan egy éve zajlik, kezdetben a kulisszák mögött, az elmúlt hónapokban egyre inkább a nyilvánosság előtt. Azt gondolom, nincs olyan ember az országban, aki ne tudná, hogy keresetlen szavakkal illette a miniszterelnököt Simicska Lajos. Én nem gondolom, hogy ezt most ehelyütt nekünk idézni kellene, de bizonyára mindenki tudja, hogy ebben a mondatban csúcsosodott ki talán az ő kettejük nagyon komoly konfliktusa. És a sajtó már napok óta, múlt hét óta úgy vélekedik, több sajtó orgánum számos cikkben, hogy az M4-es leállításának hátterében az Orbán-Simicska konfliktus áll, és ha ez így van, ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök és az egykori bizalmasa közötti konfliktusnak a levét a megyénk és a térségünk, illetve a Törökszent Miklósiak fogják meginni, ez pedig megengedhetetlen egy normális országban.
A kormány az építkezést múlt héten azonnali hatállyal leállította, és egy tegnapi kormánydöntés pedig arról rendelkezett, hogy sajnos nem ideiglenes ez a leállítás, hanem végleg leállították az M4-es Abony fegyvernek közötti szakaszának építését. Ez borzasztó nagy hátrányba fogja hozni a térségünket, hogyha ez a döntés így marad, és ezen nem változtat a kormány, illetve a fideszes többség. Lázár János azt is közölte, hogy Szolnokot majd az M5-ös autópályával fogják összekötni, Kecskemét környékéről indulóan egy új szakasszal. Én azt gondolom, hogy habár ez Szolnok számára lehet megoldás, és jelzem 5-6 évet biztos, hogy csúszna ez a megoldás, de lehet Szolnok számára megoldás, viszont a megye keleti fele számára semmiféleképpen. Tehát ez nem megoldás Törökszent Miklós, Mezőtúr, Fegyvernek, Kisújszállás, Karcag és térsége számára. Ez az állítólagos M5-ös bekötés, ez semmiféleképpen nem váltja ki az M4-es autópálya megépítését. Mi éppen ezért azt javasoljuk a kormánynak, hogy az elmúlt években sokat emlegetett keleti nyitást, azt talán hazánkban kellene kezdeni, és hát Kelet-Magyarország felé nyitni legelőször, bekapcsolni az európai autópálya hálózatba Kelet-Magyarországot, bekapcsolni az európai autópálya hálózatba Szolnok megye keleti felének lakóit. Azt gondoljuk, hogy a kormánynak nem szabad másodrendű állampolgárnak tekintenie a Kelet-Magyarországon élőket, és a Szolnoktól keletre, Jász-Nagykun Szolnok megyében élőket. A kialakult helyzetben számos kérdés vetődik föl. Az első, hogy vajon Orbán Viktor személyesen állítatta ele az M4-es autópálya megépítését a Simicska Lajossal a közgéppel való konfliktusa miatt. A második kérdésünk, ami szintén nem elhanyagolható, hogy mit tesznek ebben a kialakult helyzetben a megye fideszes országgyűlési képviselői. Mondhatnám azt is, hogy szerencsés helyzetben van a választókerületünk, hiszen az országgyűlési képviselő az egyben megyei útügyi biztos is. És hát ki tudná ebben az ügyben a legtöbbet tenni, mint a megyei útügyi biztos. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy talán most nem kátyúba kellene belefeküdni, hanem esetleg az M4-es autópálya nyomvonalára, az el nem készült útalapra lefeküdni, és akkor talán ez a kormány, illetve a közvélemény figyelmét is fel tudná hívni erre az óriási problémára. De hogy adjunk még egy szintén használható gyakorlati tanácsot, azt gondoljuk, hogyha komolyan veszik a megye fideszes országgyűlési képviselői, hogy az itt élőket képviselik, akkor költségvetési módosító indítványt kell benyújtaniuk. Ezt mielőbb meg kell tenniük, hogy ne szenvedjen késedelmet az M4-es autópálya megépítése. Azt gondoljuk, hogy legfeljebb néhány stadionnal majd talán kevesebb épül a következő években, de hogy egy nagyon konkrét forrást mondjak, hiszen amikor költségvetési javaslatot teszünk, akkor illendő a másik lábát is megnevezni ennek a javaslatnak. Úgy gondoljuk, hogy az a 100 milliárd forint, amit Orbán Viktor hivatalának budai várba költözésére költenének, annak sokkal jobb helye lenne itt az M4-es autópálya hídjaiban, illetve aszfaltjában. Ezt javasoljuk és erre szólítjuk föl határozottan a megye fideszes országgyűlési képviselőit, nyújtsanak be egy ilyen tartalmú költségvetési módosító indítványt, nem utolsó sorban azért, mert valamennyi fideszes országgyűlési képviselőjelölt megígérte a választási kampányban, hogy az M4-es autópálya bizony meg fog épülni. A harmadik kérdés, ami szintén egy nagyon fontos területet érint, az az, hogy ki fogja kifizetni ezek után az alvállalkozókat, ki fogja kifizetni azokat a munkavállalókat, akik az építkezésen dolgoztak. Egyébként nem csak föltétlenül az építkezésről van szó, hanem számos kiszolgáló tevékenységre is azért cégek terveztek a következő időszakban, most legyen ez étkeztetés, szálláshelybiztosítás, és hosszan lehetne sorolni. Azt lehet mondani, hogy ha erre nem nyújt megoldást a kormány, akkor a térségünkben, a megyénkben számos cég mehet csődbe, és sajtóhírek szerint körülbelül 1000 embernek az állása, a munkája kerülhet veszélybe. Tehát még egyszer meg is ismétlem a felhívásunkat, a felszólításunkat, mielőbb meg kell épülnie az M4-es autópályának a tervek szerint, és ennek a mikéntjéről a Fidesz megyei országgyűlési képviselői kell, hogy gondoskodjanak. A másik ügy, ami hát talán még jobban felkorbácsolta a kedélyeket országszerte mindenképpen, az a Questor ügy. Azt lehet mondani, hogy sorban dőlnek vissza a broker kormányra a saját hazugságai.
Talán a legfontosabb eleme ennek az ügynek, hogy bebizonyosodott, hogy a miniszterelnök tudott arról, hogy be fog dőlni a Questor. Utasította a minisztériumot, utasította a kormányzati szerveket, hogy mentse ki a kormányzati pénzt a Questorból, ugyanakkor a kisbefektetőknek a pénzével, az önkormányzatoknak a pénzével nem így bánt a miniszterelnök. Lehet azt mondani, hogy cserben hagyta mind az önkormányzatokat, mind pedig a kisbefektetőket a Questor ügyben. És néhány napja kiderült az is, hogy a broker kormány minisztériumai bizony eltősdézték a közvagyont, hiszen a földművelésügyi tárca kasszájából 410 millió forint hiányzik, ez a múlt héten bebizonyosodott, illetve a külügyi tárca az állampapírok után, amiket a Questornál tartott, nem kapta meg a több százmilliós kamatot, és egyébként a külügye miatt már feljelentést is tett, amiről mi azt gondoljuk, hogy egy nagyon egyértelmű beismerése a hűtlen kezelésnek. Az MSZP azt gondolja, hogy a kormánynak határozottan és mielőbb intézkednie kell a károsultak teljes kártalanításáról, és még egyszer mondom, hogy teljes kártalanításáról, hiszen éppen a mai napon látott napvilágot egy hír, hogy majd 30 millió forintig kártalanítják a károsultakat. Ez azért nem mindenkin fog segíteni, például Törökszent Miklós önkormányzatán, a Törökszent Miklóson élőkön sem fog segíteni. Éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy teljes legyen ez a kártalanítás, és ne összeghatárral történjen. Az MSZP ebben a nehéz helyzetben nem hagyja magukra a károsultakat. Számos lépést tettünk az elmúlt hetekben, ami azt kívánja segíteni, hogy mindenki hozzájusson a pénzéhez. Két héttel ezelőtt létrehoztunk egy országos érdekképviseleti fórumot. Ezen keresztül, illetve az MSZP pártirodáin keresztül több ezer ember jelentkezett be az elmúlt hetekben, akik segítséget kértek tőlünk, akik nyomtatványok kitöltéséhez kérték a segítségünket, vagy egy ingyenes jogi segítségnyújtást igényeltek. Egy újabb lépés is történt ebben az ügyben az elmúlt napokban, amivel azt szeretnénk elérni, hogy minél hatékonyabban képviseljük a károsultak ügyét, ugyanis indítottunk egy honlapot, aminek brokerügy.hu a webcíme, és ez az oldal, még egyszer mondom, brokerügy.hu, ez két részből áll. Az első oldal az bemutatja magának a botránynak a krónikáját, bemutatja azt, hogy Tarsolt Csaba és a fideszes broker kormány hogyan verte át a gyanútlan kisbefektetőket. A másik oldal pedig az MSZP által kínált megoldások oldala. Ez arról szól, hogy a mi javaslatunk szerint ki hogyan kaphatja vissza a pénzét. Le lehet tölteni erről a honlapról egy sablont, amivel büntető feljelentést lehet tenni, lehet online jelentkezni a károsultak közösségébe, és itt szerepel az MSZP-s törvényjavaslat is, amit már benyújtott a parlamenti frakciónk az országgyűlésnek, ami, amint korábban említettem, egy azonnali rendkívüli és teljes kártalanítást irányoz elő, egyébként a Magyar Nemzeti Bank forrásaiból, a Magyar Nemzeti Bank nyereségéből. Emellett személyesen is tudunk segítséget nyújtani az irodáinkban. Jászlajkun Szolnok megyében az MSZP szolnoki irodájában, ez a Tófenék út 1-3 alatt található. Mondok egy telefonszámot is hozzá, ez 56-os körzet 424-660-as. Egyébként Törökszent Miklósról is már több károsult kérte a segítségünket, és természetesen mindenkinek állunk a rendelkezésére ebben az ügyben. És végezetül még egy információ, ami nagyon aktuális ebben az ügyben. Holnapra, április 11-én 17 órára Budapestre a Batthyány örökmécseshez szerveztünk több baloldali párttal közösen egy tüntetést. Ide várunk minden Questor károsultat és mindenkit, aki elégedetlen a kormánnyal. Azt reméljük, hogy ez egy olyan tüntetés lesz, ami meg kell, hogy fordítsa a kormányzat vélekedését ebben az ügyben, és még egyszer mondom, hogy azonnali rendkívüli és teljes kártalanítás biztosít majd a károsultak számára. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok.